Változatos programokkal, szaunautazással, szórakoztató játékokkal várták a vendégeket Miskolc fürdői a strandok éjszakáján. A rendezvényt még az esős időjárás sem zavarhatta meg, a barlangfürdőben pedig minden tervezett programot megtartottak. Egy 13 perces utazáson fogunk részt venni, Olaszországba utazunk. Sauna szeánszon részt venni jobb, mint egyedül szaunázni, mondják a szaunázás szerelmesei, akik szerint igazi élmény nyújt, ha hozzáértők terelgetik a közönséget. A szaunamesterek megtervezik a programot, ez azt jelenti, hogy a hőmérsékletet fokozatosan emelik, illóolajokat hoznak, és a kályhát pedig folyamatosan fűtik fel, hogy a vendégeknek nagyon kedvező legyen, emellett pedig a lepedővel legyeznek, és ezzel megbontják a testünkön azt a hőt, réteget, ami körülveszi. Úgyhogy sokkal egészségesebb a szauna szeánszon részt venni. Sokkal nagyobb élményt ad egy közösség élményt. A fürdőzők a szaunamesterek segítségével ez alkalommal különleges szauna utazáson vettek részt. A ceremónia több helyen zajlott. Itt kezdtük az estét a barlangfürdőben 8 órakor egy nyitó felöntéssel, amit a férjemmel közösen tartottunk, és most pár perc múlva a vendégekkel együtt közösen átsétálunk a tapolcai strandra, és birtokba vesszük a strand wellness részlegét, körülbelül másfél óra időtartamra, onnan pedig visszajövünk ide a barlangfürdőbe, ahol befejezzük még 3 felöntéssel és különböző bőrápoló programokkal az estét. A szaunázók hamar át is vonultak a tapolcai strandra, ahol folytatták a szaunázást. Az eső miatt pedig a programokat sem kellett elhalasztani. A barlangfürdőben és a tapolcai strandon is megtartották a strandok éjszakáját. A beltéren tudtuk tovább folytatni a programjainkat. Szerencsére a Selyemréti strandfürdőben és a Miskolc-tapolcai strandon azért lementek azok a programok, amiket terveztünk. A Miskolc-tapolcai strandfürdőben még most továbbra is folytatódnak a wellness programjaink és a sauna szeánszaink. Tűz és víz egymás közelében. A strandok éjszakáján tűzzsonglőrök látványos produkcióval szórakoztatták a fürdőzőket a barlangfürdőben.